Portfolio Trader, online kereskedési központ, Alpha Trader, City Index, Portfolio online tőzsde. Az aranygrafikonja megosztja a piaci szereplőket abban a tekintetben, hogy további emelkedés alakulhat ki, vagy inkább zuhanás a valószínű forgatókönyv a nemesfémen. Ellenben, ha megnézzük a hosszú távú trendjét a grafikonnak, akkor jól látható, hogy bárki bármit mond, ez még mindig emelkedő trendben van a hetes grafikon alapján. A hetes grafikon 6 évvel ezelőtt, 2005 nyár vége felé indult el hódító útjára, és a 450-es szintről 1900-ig emelkedett. Az elmúlt évben ennek az 1500 dolláros emelkedésnek mindössze a korrekciót láthatjuk, így nem kizárt, hogy a hosszú távú trend előbb-utóbb újból szerepet kap, és az árfolyam megpróbál tovább emelkedni. Most a napos grafikonra zoomolunk be, és megnézzük, hogy milyen jeleket talál a technikai elemző a napos grafikonon. A napos grafikonon egy gyönyörű ABCD minta alakulhat ki. A pont gyors zuhanás után egy újabb gyors zuhanás következett, majd erről a mélypontról, a B pontról élesen az árfolyam visszaemelkedik, kialakul a C pont, majd a BC szakasznak a FIBO szintje környékén, ez nagyon gyakran FIBO 50 vagy FIBO 61,8 között kialakul a D pont, és akkor egy emelkedő lendület alakulhat ki, ami nagyon gyakran ugyanakkora, mint a BC szakasz, tehát durván egy 150 dolláros emelkedés kialakulhat középtávon az arany grafikonján, ami elrepítheti az árfolyamot az 1450-es, 1500-as zónában. Ez akkor egy valószínű forgatókönyv, hogyha egy mélypont alakul ki, amit ugye még nem tudunk, de ha kialakul, akkor bizony megvalósult az ABCD minta, ami emelkedést vetít előre, azt jelenteni, hogy a rövid távú eső zuhanó mozgás a végéhez ért, és elindulhat a hosszú távú emelkedés újból. Mára köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk a Portfolio Trader Akadémián, vagy a weben, vagy a harmadik kerületben a Polgár utca 8-10 alatt. Sok sikert nektek a piacon, sziasztok! Portfolio Trader. Kereskedjen a legjobbakkal!